Napról napra romlanak a körülmények Gázában. A területen szinte semmihez sem lehet hozzájutni, a legsúlyosabb azonban a vízhiány. A Hamas által vezetett gázai hatóság szerint a szükséglet mintegy 10%-át képesek fedezni. A kockázatok ellenére sokan a tengerből isznak. A háború miatt nincs vízünk. Azért jövünk ide, hogy tengervizet igyunk. Tudjuk, hogy ez egészségtelen, mégis szükségünk van rá, bárhonnan is származzon, mondja egy gázai kislány. Az október 7-e, vagyis az Izraelt ért véres Hamas támadás napja óta tartó izraeli offenzíva tönkretette a gázai egészségügyi infrastruktúrát és a legtöbb kutat is. Az elmúlt napok heves időjárása csak fokozta ezeket a hatásokat. Az UNICEF arra figyelmeztet, hogy a gyerekeknek sürgősen szükségük van élelmiszerre, gyógyszerekre, takaróra és meleg ruhára.